A Bélapátfalvi apátság hagyományos helyszíne az egyházmegye papi találkozóinak évtizedek óta. A program idei vendége, meghívott előadója Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek volt, aki több napon át tartott előadássorozatot, lelki gyakorlatot a papságnak. Az előzmény az a szokásos papi lelki gyakorlat föltöltődés, hát ez pedig az egyházmegye közösségehez való tartozásnak a jele. Ezért nagyon fontos, már más alkalommal is voltam itt, de legjobb tudomásom szerint ezt még Kádár érsek vezette be, ő maga ciszter szerzetes volt, és hát erre az ősi Bélapát falvára így vezényelték ide, vagy hozták, hívták a papokat, és hát így vagyunk itt, gondolom örömmel. Van a Zsoltáros szava, Exequam bonum et vam jucundum fratres habitari nonum. Milyen jó és édes dolog, mikor együtt vannak a testvérek. Hát ezzel a gondolattal jöttünk ide. A lelki gyakorlatot záró szentmise elején Ternyák Csaba egri érsek köszönetet mondott a lelki útravalóért, amit az elmúlt napokban kapott az egyházmegye papsága. Az elmélkedések sorát zárva szentbeszédében Bábel Balázs kiemelte, Jézus úgy tanított bennünket imádkozni, hogy Istent, mint atyánkat szólíthatjuk meg, és ezért az ő gyermekeként másokkal is láttatnunk kell Istent. Hozzátette, nem csak imádkoznunk, hanem fáradoznunk is kell. A szentmise végén Ternyák Csaba egri érsek köszöntötte az új miséseket, valamint az arany- és ezüstmisés lelkipásztorokat. Ezután Ficek László helynök ismertette az augusztus elejétől érvénybe lépő szervezeti és személyi változásokat. A dispozíciókról az egri főegyházmegye honlapján lehet részletes információt találni.